szabolcs már bereg megyében több önkormányzat, cég is foglalkozik közfoglalkoztatással. A Nyírerdő Zrt-nél például a téli hat hónapos közfoglalkoztatási program április végén zárult, több mint 540 főt alkalmaztak. Május első napjával pedig elindult az újabb program, ennek során szeptember végéig 815 embernek tudnak munkát biztosítani a Nyírerdő 9 erdészetében. Most többek között ezeknek a két éves tölgyfa a gyomoktól és allergén növényektől való mentesítését végzik a közfoglalkoztatottak. Jut lehetőség arra, hogy ártereinken a víz szabad levonulását biztosító munkákat hajtsuk végre, korábbi természeti károkat szemedett erdők rehabilitációjában is részt vesznek, és sok parkerdünkben, főleg itt Hidegyházan, a Sostói erdőben, Nyílik lehetőség arra, hogy a közjóléti berendezéseket karban tartsuk, a sétautakat rendben tartsuk, szemetet szedjünk. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is kapcsolódik oktatás a közfoglalkoztatási programhoz a létszám 10 a tehát egy 80 fő vesz részt oktatásban majd a nyáron. Várhatóan a kisgépkezelő tanfolyamon fogunk indulni. Ez azt jelenti, hogy ilyen tisztító fűrész használatára lesznek jogosultak a, abban része ők. Az Erdészeti Társaság jelenlegi programjában Hajdubihar megye 30 településéről 465, szabolcs már Bereg megyéből pedig 60 településről 350 közfoglalkoztatott dolgozik. A 5. év, hogy itt dolgozom, hát minden fajta vegyes munkától kezdve minden van, meg kaszálás, kapálás, tisztítás. Hát annyi, hogy tanfolyamok is vannak közbe közbe. Én is itt végeztem egy pürész a múlt évben, két éve jobban mondva. A Nyírerdő jelenlegi programjának teljes költségvetése több mint 445 millió forint, a pénz teljes egészében a belügyminisztérium támogatásából származik.